Csendes gondolataim című film premier előtti vetítését hétfőn tartották Ungváron. Az ungvári Lukics Antóniónak ez volt a rendezői debütálása. A film a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri külön díját kapta meg. A vetítésen megjelent a rendező nagymamája, a Raisa Petrivna. Elmondása szerint a filmnek csupán töredékét látta. A filmet most fogom először látni, ráadásul én is feltűnök benne, talán felismernek majd. Az unokám egy aranyember, és roppant tehetséges, nagyon szeretem őt. Soha nem gondoltam volna, hogy filmrendező válik belőle. Amikor az egyetemre jelentkezett, azt tanácsoltam neki, hogy válassza a szakács szakmát. Lukics Antónió a film írójának és rendezőjének nyilatkozata szerint az ukrán film premier előtti vetítését Ivano-Frankivskban és Ternopilban tartották. Ez egy eléggé, hogy is mondjam, kétségbeesett próbálkozás volt, aminek során a történetet könnyedén és szórakoztatóan szerettem volna átadni, de úgy, hogy a végén mégis legyen, mint elgondolkozni. Vagyis ezek a saját téziseim a filmkészítés folyamatáról, amely szerint a végső termék legyen könnyen befogadható, mindazonáltal hagyjon maradandó nyomot maga után. A forgatókönyv szerint a film egy fiatal hangmérnök, Vadim történetét meséli el, aki Kanadába szeretne emigrálni, de még mielőtt kiköltözne, rögzíteni akarja egy ritka madárfaj hangját a Kárpátokban. A főszerepet Lidahovsky Andrij játsza. Az én hősöm egy fiatal szabadúszó, aki ki akar vándorolni külföldre, és akit az édesanyja nevel. Ez a mi nemzedékünk számára egy eléggé hétköznapi helyzet. A történet szerint egy 25 éves fiatalember, akit rengeteg csalódásért mind a munkája, mind a magánélete terén esélyt kap az újrakezdésre. Minden azonban sokkal bonyolultabb, állítja Vitovska Irma színésznő, aki a főhős édesanyját alakította a filmben. Van egy álmom, hogy amikor a nézők a vetítés után elhagyják a termet, akkor felhívják az édesanyjukat és közlik velük azt a mondatot, ami a filmben hangzik el. Úgy fogok erre tekinteni, hogy ezzel teljesítettem a családegyesítési feladatom, összehoztam a különböző nemzedékeket, és rámutattam arra, miért kell odafigyelni egymásra. Számomra ez egy nagyon jó példa arra, hogy amikor néhány év múlva én is egy ilyen helyzetbe kerülök, akkor már tudni fogom, miként nem szabad majd viselkednem. Első ízben lesz látható filmvásznon Kacsur Miroslav és Mandzics Pavló. Miroslav a vámhatóság vezetőjének szerepét játszotta. Különböző vámhatósági igazgatókkal készített interjúkat néztem, hogyan viselik egyenruhájukat, hogy ülnek, mondhatom, elég furcsán nézett ki a dolog, de ez egy nagyon jó gyakorlási módszer arra, hogy elsajátítsam egy hatalmi pozícióban lévő ember viselkedésének sajátosságait. Hogy jól vagy rosszul, ez majd a filmből derül ki. A Csendes gondolataim című filmet az ukrán mozik 2020. január 16-án tűzik műsorra. Fuszkó Diana, Pojda Viktor, hírek a közmédián.